Az átlagosnál több fokkal melegebb idő a növényvilágban gyors változást eredményezett. Ebben a kastélyparkban kinyílt a csillagvirág, és a medvehagyma is fejlődésnek indult. A pompás hóvirág már elvirágzott, most az őshonos vadvirág díszíti az udvart. Február vége március elején virágzott hajdanán, hát most már jól áttolódott februárra az ő virágzása. Azok, amik nagyon korán megjelentek az idén, és már januárban is virágoztak, azok általában azért még nem ami mi őshonos kikeleti hó voltak, hanem egy úgynevezett török, vagy más néven pompás hóvirág, ami valóban Törökország, a Balkán félszigeten őshonos, és mivel védett lett a kikereti hóvirágunk, ezért a kertészetekben nem is árusítható, ezért helyette a pompás hóvirághoz tudunk hozzájutni általában, ha hóvirágot vásárolunk, hagyma vagy valamilyen formában. A korai tavaszodásra ezek a növények felkészültek, általában akkor sem fagynak el, ha csökken a hőmérséklet vagy hóviharok jönnek. Virágzáskor azonban a beporzás elmaradhat. A rovarvilág nem biztos, hogy tudja ilyen gyorsan követni ezt az ébredést. Döngicsél már egy-két rovar, de amúgy is fogyóban van a rovarvilág egész Európa és Magyarország szerte. A repülő rovarok mennyisége drasztikusan fogy, és most még korábban kéne nekik gyakorlatilag olyan tömegben előjönni, hogy ezeket a korai, túl korai virágzásokat is Hát, ugye a beporzással ugye a magképzés felé tudják tovább mozdítani. A szokatlanul enyhe tél a növények számára egyben kockázatot is jelent. Az elődök ezzel jól bevált praktikákkal védekeztek. Régen meszelték a fákat, ami nem csak a kártevők ellen volt hasznos, hanem a napsütést is visszaverte. Az ősi technikát alkalmazva így elkerülhető a korai fakadás.